Október 23-a közeledtével mindenhol országszerte és városunkban is több helyen megemlékeznek az 1956-os forradalom eseményeiről. A Fellner Jakab Kulturális Egyesület előadásain, Tata és térsége értékeire, kultúrájára, és ahogy a mai rendezvényen is, történelmére fókuszál. Mi nálunk az a szokás a Fellner Egyesületnek, hogy amellett, hogy megismerjük a világtörténelmet, megismerjük, hogy hogyan kapcsolódott bele az ország, és tatára bontva is ismerkedünk a dolgokról, és most pont ez lesz az érdekessége, hogy Dinga László igazgató úr, mint gimnazista saját szemével, amit tapasztalt, fogja elmondani, és olyan embereket fog itt megemlíteni, tatai emberekről lesz szó. És ez azt hiszem a tatai lokálpatriótákat nagyon érdekli. Dinga László saját diákori élményeit osztotta meg a hallgatósággal. Mi inkább szemtanúk voltunk, mindenhol ott voltunk. Az aktív résztvevőként két-három dologba voltunk ott. Hát az a helyzet, hogy a tanárunk is támogattak ebbe bennünket, akkor egy gimnazista az egy kitüntetett szerep volt. Tehát a középiskolába, aki ment, technikumba, gimnáziumba, az egy kitüntetett szerep volt, és hát azért mi nagyon-nagyon összetartottunk, mert nem mindenhonnan jártak a gimnáziumból, hanem Tata és környékéről. Szinte mindenkit ismertünk, a Fényesről, a Kristálystrandról, és mindenki barát volt. Tehát egymásnak a tájékoztatása szinte azt mondanám mindennapos volt. Hát bandákba verődve, idézőjelben a bandák, baráti társasággal jártunk a város minden szórakozó helyére, a strandokra, futballozni, kézilabdázni, úgyhogy hogy én gondolom, hogy a mai fiatalok közül is lennének olyanok, akik ha ilyen esemény lenne, csak hát azt mi másképpen éltük meg, mert hát ugye ismertük azt a kemény rákosi rendszert is, ahol azért sokszor az volt, hogy na, nem az kerül az asztalra, amit szerettünk volna.